Nagybecskereken őszre egyel kevesebb magyar középiskolai osztály megnyitását tervezik. A közgazdasági szakközépiskolában nem lesz magyar nyelven szakácsképző szak. Nem javasolt az iskola a magyar osztálya szakácsoknak a beindítását a 2016-17-es évben, és itt az fölmérést végezett iskolai igazgatók beszámolóból kiviláglik, hogy igenis szükségeltetik a magyar osztálynak a beindítása, hiszen tavaly is beindult 9 tanulóval, az idén a fölmérések szerint már 12-en vannak. Torontálvásárhelynek 5000 lakosa van, ennek fele magyar nemzetiségű. Az iskolának 416 tanulója van, a magyar diákoknak a száma pedig 160. Jelenleg 11 nyolcadikos diákunk van, és ők, hát ez az első fölmérést, amit végeztünk, 11 diákból csak 4-en mennének szerb nyelven tovább, a többiek magyarul szeretnék folytatni a tanulásokat. A magyar Csernyei általános iskolának 140 diákja van. Az érettségizők többsége itthon szeretné folytatni tanulmányait. Zenyanimba a pillanatnyi fölmérés eredménye azt mutatja, hogy 6-an szeretnének ide járni a 15 diák közül, tehát ez több mint egy harmada, szerintem kielégítő. Egészségügyre, a Nikola Teslába informatika és szakács középiskolába szeretnének menni. Az osztálynak a megmaradt része pedig Zenta, Szabadka, Csóka. A katolikus szorvány kollégiumokba, a nagybecskereki leány kollégiumban és a muzsiai fiú kollégiumban őszre lesz elég hely azok számára, akik nagybecskereken szándékoznak tovább tanulni. 50 lány iratkozott be a kollégiumba, közülük most 46-an vannak. 2 főiskolás van köztük, és a többi pedig középiskolás lány. Most úgy látom előre, hogy nyár folyamán kb. 15-öt tudok majd felvenni. A muzsiai fiú kollégiumban készek még több kollégistát is felvenni, mint amennyi hely felszabadul. Az idén az EMOZ kollégiumban 62 fiú iratkozott, most 60-an vagyunk, és 10 végzősünk van. Tehát a kollégium fogadhat a jövő évben 10 fiút, legkevesebb, de legtöbbet 20-at is, ha kell, tudjuk majd elszállásolni őket, csak jöjjenek. Mint a beszélgetésen elhangzott, hétfőn a közgazdasági iskola igazgatóságához és Nagybecskerekváros önkormányzatához fordulnak, hogy a gimnázium, az egészségügyi, a Nikola Tesla villamossági iskola 3 és 4 éves szaka mellett nyíljon magyar osztálya szakácsok képzésére is.